Németország Szovjetunió elleni háborújában a II. Magyar Hadsereg több mint 200 000 katonája vett részt. A keleti fronton a Don folyó vonalánál foglalták el állásaikat, amelyek ellen 1943. január 12-én nagyszabású offenzívát indított a Vörös Hadsereg. A magyar katonák egy hétig tudták tartani állásaikat a mínusz 35 fokos hidegben hiányos felszereléssel. A kivezényelt katonák és munkaszolgálatosok közül 130 ezeren haltak vagy sebesültek meg, tűntek el vagy estek fogságba. 130 ezer családapa, családfő, vagy éppen leendő családapa és leendő családfő. Aztán akik hazajöttek, azok is, ha haza tudtak jönni, hiszen voltak, akik 6-7 év fogság után tudtak csak hazaérkezni. Ők pedig traumák és sebesülések hatása alatt élték úgy, ahogy a túlélt életet. Joggal mondjuk, minimálisan jár nekik, az emléküknek, hogy tisztelet a hősöknek. Nem mindenki gondolkodik így. 2024-ben sem. Sokan két dolgot kérdőjeleznek meg a Don kanyarban harcoló magyar katonáknak, a helyzetével kapcsolatban, hogy lehet-e őket hősöknek tartani, hiszen mégiscsak egy háborúban, egy véres háborúban vettek részt, illetve jár-e nekik a tisztelet. Tisztelet a hősöknek, mondjuk mi ennek ellenére. De testvérek, én innen a szószékről természetesen a Biblia alapján mondom azt, amit kijelentek. Végigolvasva a Bibliát, végiggondolva a Bibliának az alaptanításait, szellemiségét, ez alapján kell jól megfogalmazni, ami innen szól. Tehát, ha én azt mondom innen, hogy tisztelet a hősöknek, amögött mindenképpen a Bibliának kell állni. Mint szinte minden magyar településen, Karcagon is megemlékeztek a Doni katasztrófa évfordulójára. A 81 évvel ezelőtt történt összeomlás a magyar hadtörténet egyik legnagyobb traumája lett. A több éves hadifogságból vagy sebesülten hazatérőket a Magyarországon kiépülő kommunista hatalom gyakorlatilag háborús bűnösként kezelte. Egy szombathelyi küzdött egy kolozsváriért. Egy karcagi küzdött egy bárfaiért, egy szegedi küzdött egy újvidékiért. Mi ez, testvérek, ha nem hősi dolog? Mi ez? Ha nem hősiesség, nem önmagukért harcoltak, nem zsákmányszerző portyázás volt a Doni harc, hanem ezekért, akik nem tehettek róla, hogy jött egy döntés, jött egy diktátum, ami miatt idegen népek alá kerültek, ezekért kellett harcolni. Mondhattak volna nemet? Nem. A visszakapott területekért és a visszakapott lelkek védelméért mentek oda. Mi ez, ha nem hősiesség? És amikor ott voltak, akkor bátorságban, tűrésben, emberségben mindenkinek megmutatták a legjobb példát. Tessék meghallgatni a visszaemlékezéseket, tessék meghallgatni az ukránokat, az oroszokat, akik a magyar katonákkal voltak együtt, amikor éheztek, a magyar katonák adtak nekik enni. Betegek voltak, a magyar katonai orvos ment és gyógyította az ukránt és az oroszt. És bátorságban, persze, utána jött egy korszak, amiben az volt a legjobb, hogyha azt mondhatták ezekre a katonákra, hogy micsoda egy gyáva nép volt. De úgyis, azzal a felszereltséggel, azzal a túlerővel szemben az utolsókig megmaradtak.
mert kaptak felülről egy parancsot. Védjétek az otthoniakat. Mi ez, ha nem hősérség? A református szertartás szerint világi módon is lerúgták tiszteletüket a hősök előtt a karcagiak. Mint minden nemzet, így Magyarország is viselt háborúkat a történelme folyamán. Voltak dicsőségesen megnyert, és természetesen voltak vesztes csatáink is, de a kimeneteltől függetlenül minden háború áldozatokkal jár, és az áldozatokra emlékezni szokás. A mai napon egy olyan eseményre emlékezünk, amely 81 évvel ezelőtt történt a Donkanyarnál, és része volt a 20. század egyik legnagyobb világégésének, a II. Világháborúnak, és a magyar történelem egyik legnagyobb hadikatasztrófájává vált. A megemlékezések után politikusok és civilek helyezték el virágaikat a II. Világháború áldozatainak emlékhelyénél.